Nehezen éli meg Hódi Pamela, hogy a várandóság alatt megváltozott a teste. Az anyuka második gyerekével várandós, és bár megélte már, hogy hogyan változik egy nő teste a terhesség alatt, ez most mégis másként hat rá. A Hot magazinnak adott interjút Hódi Pamela, aki heteken belül életet adhat második gyermekének. Az interjú témája is a várandóság volt, aminek kapcsán Pami elmondta, már nagyon türelmetlen, szeretné a kezébe tartani a kislányát, és azt is, hogy bizony most sokkal többet szedett fel, mint az első várandóság alatt. Korábban egyébként arról is mesélt, hogy 30 év felett jobban megviseli a terhesség, így nem csoda, hogy a vége felé már jobban megterheli őt is a változás. Felszaladtak a plusz kilók. Sokat híztam, mindenem kétszer akkora, még a fülcimpám is. De bízom benne, hogy mindezt csak a vizesedés okozza. Igyekszem mindent ugyanúgy csinálni, mint a terhesség előtt, miközben figyelem a testem reakcióit is. Nehezebb a mosás, a főzés, a takarítás, de élvezzük, hogy nyugalom van, mesélte a lapnak Pamela, aki biztos benne, hogy férje Bence jó apa lesz. Nem elégedett magával. Sokszor elmondom neki, hogy nem biztos, hogy az a nő leszek testileg, akibe beleszeretett, de persze idővel visszanyerem az alakom. Már most is hullámzó a lelki állapotom, de a szülés után teljesen más lesz. Neki sem könnyű megélni, hogy a külsőm megváltozott, most nem vagyok olyan üde és fit, mint 8 hónapja voltam. Folytatta a kismama, aki bármit is mond, nagyon is csinos most is, korábban még a tetovált terhes pocákját is megmutatta. Nektek mi a véleményetek a történtekről? Írjátok meg kommentben. Iratkozz fel te is a csatornánkra, hogy ne maradj le a legfrissebb hírekről.